Egyre több a horgászhelyek száma azonban alig nő. A koronavírus miatt egyre többen választják kikapcsolódásnak a vizeket. Ezt mutatja az is, hogy 2020-ban megyénkben kétszer annyian tettek le horgászvizsgát, mint az előző években. A horgászhelyek száma azonban arányosan nem tudta követni a megnövekedett igényeket. A Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetségéhez több bejelentés is érkezett, hogy nem tudnak hova beülni a pecások, nem egyszer ez konfliktusokhoz is vezetett. A halászati hasznosítónak megvan a törvény adta kötelező elvégzendő feladata, a horgászhely kialakítás nem feltétlenül ez a kategória, de szövetségünk, mint hasznosító vagy szolgáltató érezte azt, hogy nyilván ez nekünk sem rossz, ha többen tudnak leülni, de a horgászoknak sem. A szövetség a helyi horgászegyesületekkel közösen az ő anyagi forrásaik bevonásával egyes szakaszán megemelt horgászhelyeket épít. 210 méteres szakaszon 32 új beülő készül. Ezeket úgy alakítják ki, hogy egész évben magas vízállásnál is használhatóak legyenek. A helyek karbantartása a szövetség, az egyesületek és a helyi horgászok feladata lesz. Ha ez meghozza a hozzáfűzött előzetes reményeinket, és vannak olyan más tagegyesületeink, akik szintén ebbe az irányba elköteleződnek anyagilag, vagy szeretnének elköteleződni, akkor próbáljuk ezt tovább bővíteni, hiszen nagyon hosszú ez a csatorna, nagyon sokan horgásznak rajta, és szeretnénk ennek a feltételeit javítani. A szövetség kezelésében lévő Tisza mentén hasonló horgászhelyeket a folyó adottságai miatt nem lehet kialakítani. Ígéretek szerint Szolnoknál a Malomzugi Holtisza január végéig azonban a Közép-Tisza vidéki horgászegyesületek szövetsége kezelésébe kerül, mondta a szövetségi titkár. Ha így lesz, akkor terveik szerint ezen a területen is bővítik majd a horgászhelyek számát.